Köszönöm a lehetőséget és a felkérést, és remélem, hogy fog azért tartalmazni némi és ugye újdonságot, vagy érdekességet, vagy legalább inspirációt az, amit el fog hangzani. Azt tudni kell, hogy még évekkel ezelőtt Judit már egyszer felkért engem egy hasonló témájú előadásra, akkor még az FFS keretében, és ez is megerősíti számomra azt, hogy valójában létezik az emberekben egy... Fotósokban mindenképp egy elképzelés arról, hogy a film és a fotó az, ugye a technikai azonosságok, meg a technikai közös gyökerek miatt, hogy közük van egymáshoz. Miközben azt gondolom, hogy nincs. Vagy szinte semmi közük nincs egymáshoz, még akkor sem, ha mondjuk itt megnézzük ezeket a filmszalagszerűen kitett fotókat, de attól ezek még nem film. És nem is válnak filmé, akármilyen gyorsan szaladunk végig rajta, még hogyha 24 másodperc per képként szaladunk végig rajta, tehát hogy világok választják el szerintem gondolkodásmódjában, kifejezésében, hatásában a filmet és a fotót. És ez, hát ugye nyilván az egyik egyértelmű dolog az a lebegés, hogy a film az egy lebegő kép, addig van, addig a momentumig, addig a 1-24 másodpercnyi ideig létezik a kép, amíg látható, és hogy tovább lépünk, már eltűnik. Ezzel szemben ugye a fotó akármilyen formátumban, akármilyen nyersanyagra készült, annak van valami fajta tartósága, megmaradása. És ezért szerintem akkor is, hogyha valaki mind a két műfajban dolgozik, teljesen különböző dologról van érzésem szerint szó. Lehet, hogy tévedek, meg nyilván én nem fotózni csak amatőr hobbi szinte csak magamnak, nem, hobbi szinte nem, csak magamnak dokumentálom az életem jelentéktelen pillanatait, illetve filmet egyáltalán nem készítettem. Tehát én a befogadó oldaláról beszélek erről, vagy az érdeklődő befogadó oldaláról, és ezért gondolom, hogy két külön világ. Egy dolog van, hogy a digitalizálás, illetve nem csak a digitalizálás, mondjuk úgy a technológiai fejlemények, amik a 20. század második felében érték ezt a többek között a vizuális médiumokat, egy pici közeledést eredményezett a kettő között. Ez annak köszönhető, hogy, és ez a VHS-sel kezdődött igazán, hogy megszületett a filmtörténet. Abban az értelemben, hogy korábban, akik ezeket a monumentális filmtörténeteket írták, a saját emlékeikre hagyatkoztak. Látták-e egyszer moziban, vagy egy fesztiválon azt a híres filmet? Esetleg még volt esélyük a könyv megírásakor egy archívumban, vagy egy ilyen cinematekben, filmmúzeumban megnézni, de alapvetően nem tudták alaposan sokszor végignézni a filmeket. Ezért az emlékeikre hagyatkoztak, jobb esetben a jegyzeteikre. És készültek erről tanulmányok, hogy a 80-as évek közepéig nagyjából mennyi pontatlanság van a filmtörténetekben. Hiszen valaki látott 10-15 évvel azelőtt, tehát a könyvírása előtt egy filmet, hát emlékezett rá, hogy volt egy gyönyörű kameramozgás, de ez lehet, hogy nem a film elején, hanem a közepén volt, vagy nem úgy volt. Tehát rengeteg pontatlanság. Na és a VHS megjelenésével, aztán persze a digitális technológiával ez még tovább fokozódott, hirtelen elkezdett pontos lenni. Újra lehetett nézni a filmtörténetek az alkotásait, és már lehetett beszélni percnyi, másodperci pontossággal arról, hogy mi történik, mi van mi előtt, és mi valami más után. Tehát, hogy hirtelen az, amit csinálnak az operatőrök, a rendezők, a színészek, az hirtelen nem úgy tűnt fel, mint egy hát többé-kevésbé véletlenszerűség, hanem ki lehetett mutatni, vagy rá lehetett nézni annak az aprólékosságára, a cizeláltságára, és ki lehetett mutatni apró részleteket, amiket korábban nem. Ez az egyik oldal. A másik, és ez hát már a VHS-re is elkezdődött, de szerintem a digitális rögzítésre, DVD, meg aztán a későbbi fejleményekkel vált igazán különlegesé, hogy már a VHS-ben is megállítható a kép, de aztán, amikor precízen megállíthatóvá válik a kép, akkor a filmkritikusok, filmtörténészek elkezdenek képeket, kompozíciókat elemezni, ami a filmben nincs. Az egy pillanatra van, tehát én kimerevíthetem a képet, de az a kompozíció, ha arrébb mozdul a kamera, vagy vágok egyet, ez eltűnt az a kompozíció, vagyis nincs tovább.
De amikor kimerevítjük, és egy fél órán keresztül beszél róla mondjuk egy konferencián egy filmtörténész, akkor hirtelen az előtérbe kerül, és hirtelen olybá tűnik, mintha az egy nagyon tudatos kompozíció lett volna, miközben lehet, hogy egy kameramozgás kimerevített pontján található az. Tehát, hogy teljesen más az eredeti hatása, mint az, hogyha megnézzük kimerevítve. És itt van az, hogy akkor valahol visszacsatornázódik, és fotószerűvé válhat bizonyos értelemben a film, azért, mert olyan tehát állóképé válik. És nyilván, hogy ugye a digitális technológia alapvetően ugye ezt a platformok egységesülését eredményezte, vagyis hogy minden médiát, hangot, szöveget, képet, állóképet, mozgóképet, mindent egy felületen a számítógépünk monitorján nézünk, ezért nyilván a kép és a film is közeledett egymáshoz. De ennek ellenére azt gondolom, hogy külön világok. Jó, ennyit kívántam így bevezetésként elmondani, és amikor a múlt héten, és akkor igazából rátérnék, ugye, hogy ennek az előadásnak valójában az apropója Nagy Andrásnak a kiállítása, illetve Nagy András operatőrnek a fotói, és amikor én a múlt héten a kiállításon jártam, akkor igazából az fogalmazódott meg bennem, hogy egy picit inkább, Egyrészt pont az ellenkező irányból indulok el, mint ahogy annak idején, közben a jegyzetfüzetemet előveszem. Szóval, hogy pontosan ellenkező irányba indulok el, mint annak idején annál a régi előadásnál, és egy másik oldalát fogom kihangsúlyozni. Másrészt azt, hogy asszociatívan próbálom felépíteni, és igazából különböző film részleteken keresztül próbálom megmutatni, hogy mit jelentenek bizonyos elemek a filmben, amik talán nem láthatóak az állóképben, vagy nem úgy láthatóak az állóképben. És hát amikor néztem a kiállítást, akkor a legtöbb fotón egyébként nincsenek alakok, nincsenek emberek, de néhányon vannak. És amikor én ezeket a fotókat nézegettem, akkor az jutott... Akkor ami megfogott benne, az, hogy az a véletlenszerűség, ez is egy olyan, nyilván azért választottam ezt, de nekem az, amelyikre igazán gondolok, az nincs itt, illetve az nem volt meg nekem befotózva digitálisan, de hogy azokon a fotókon, ami megragadt, hogy a véletlenszerű rögzítés révén a Nagy András igazából megállítja az időt, igen, de hogy igazából amit megragad, az alakoknak az elveszettségben való kitettsége. Tehát az a kitettsége, ami igazából a kényelmetlen helyzetben és a kényelmetlen helyzet megfigyelőjét észrevéve éri őt. És ezeket a pillanatokat ragadja meg, ott van egy fotó valahol azon a részen, úgy inkább a túlsó harmadában, amiben egy ilyen valami fajta iskolai ünnepség után vannak a szülők, és ez egyik gyerek is, ez pont a kamerában néz, és hogy ezt a kitettséget tudja megragadni a film, illetve a fotó, azáltal, hogy kimerevíti, hogy azt a pillanatot, azt a kényelmetlenséget, azt a feszengést, azt megörökíti, és szemlélődés tárgyává teszi. Tehát azt mondja, hogy itt van, nézhetitek, szemlélhetitek azt a kitettséget, amit én a világból megkaparintottam. És erről jutott eszembe egy bizonyos Szergej Loznicának, aki egy nagyon termékeny és hihetetlenül tehetséges ukrán, fehér orosz, orosz származású, ezek mind keverednek nála, filmrendező, biztos hallottatok róla. Dokumentumfilmekkel kezdte a pályáját, és aztán egyre több játékfilmet is készített. Ráadásul néhány hete a CEU-ban volt, illetve az OSA-ban volt egy masterclass, egy mesterkurzusa. Az archív filmjeiről, illetve az archívumokat felhasználó filmjeiről. De ez nem egy olyan filmje.
És mutatom. Esetleg le lehet ezekből a fényekből oldani valamit, és akkor látszik a... Jó, látszik. Most egyelőre látszik. Ennek a filmnek az a címe, hogy Portré, vagy Portrék, és 2002-es a film, ezt egy MediaWave fesztiválon láttam akkoriban. Ez egy VHS felvételnek a digitális másolata, úgyhogy nem annyira jó. És ott portrékból áll, a nagyon vidéki Oroszországnak és Ukrajnának a helyszíneire ment el, és ott készíti ezeket a hát, portrékat, nevezzük így, ugye most az, hogy fotókat vagy filmeket készít, ezek ugye beállított fotópózba beállított emberek és portrék, amelyeket viszont filmre vesz, vagyis kitartja az időt. Itt lehet látni, hogy fújja a szél az Ipse kabátját, de hogy nézzük néhány pillanatig. Egyrészt az egyik érdekessége ennek az, hogy a hangkulissza folyamatos, tehát hogy miközben vág, a hangkulissza folyamatos, vagy legalábbis folyamatosnak tűnik, hiszen nyilván nagyon azonos falusi vagy tanyai helyszíneken járunk, ahol nyilván egységes a tér, de közben persze nyilván időben és térben valamilyen helyszínek között ugrunk, a helyszínek nincsenek megjelölve. Amit én itt izgalmasnak tartok, az az, ahogyan az a kitettség, amiről az előbb a Nagy András futók kapcsán beszéltem, hogy azt ő a fotóban, a filmezés révén valósítja meg. Tehát nem az van, hogy elkap egy pillanatot, hanem ezek az emberek talán kifejezetten fényképhez készülődve a gép elé állnak, de azáltal, hogy ő kitartja ezt a pillanatot, ezáltal a kitettség a megfigyelés révén valósul meg, vagyis hát nem a fotó, hanem a film nézése által, és a szemlélődést, amiről azt mondtuk, hogy ugye a fotó megragadja a pillanatot, majd aztán lehet nézni tovább, aki ameddig akarja. Itt a szemlélődés helyzetét beépíti magába a filmbe, és pontosan ez a szemlélődés, a kitartottsága ennek a szemlélődésnek lesz igazán revelatív ereje. Tehát ahogy nézzük ezeket a képeket, egyre inkább látjuk, hogy és ahogy így halad előre a filmek, hogyha ezt moziban látja az ember rendes felbontásban, akkor lehet látni ezeket az arcokat, ahogy a fotóz beállt arcok, a mimika elkezd meglazulni, vagy megfáradni a mosoly, vagy a póz, ahogy kiengednek az izmok, és hogy ahogy egy finom toporgás helyenként elkezdődik, tehát hogy ez a kitettség, ez a szemlélődés révén jön létre, a szemlélődés, amit integrál a film a maga szövetébe. Tehát szemben a fotóval, ahol ugye externális, tehát hogy nézem, amíg akarom. Itt maga a szemlélődés állapota és tartama, ami talán most lehet már nem volt több tovább, és a tartama, tehát a szemlélődésnek a tartama válik fontossá. Nem véletlen azt gondolom, hogy egyébként a kiállításnak is Kronó a címe, és ezért is gondoltam, hogy hát olyan filmekkel kezdjük, ahol ez a megfigyelésnek az szánt idő válik elsődlegessé.
És hogy itt nem víz semmit a véletlenre, illetve addig nézzük mi is, ameddig ő figyeli. És pontosan a megfigyelés, a beépült megfigyelés, a filmbe beépült megfigyelés teszi ezt, hozza létre szerintem azt, amiről ez a film szól. Hogy valami fajta megismerést, vagy revelatív helyzetet csak azért tudunk tapasztalni, mert ez a filmkép így néz ki. És mert hogy ott tart bennünket bizonyos ideig. Nem is az a lényeg, hogy minket ott tart. Ott tartotta a kamerát is az emberek előtt. Egyes szereplőknél még szinte az is érzékelhető, ami persze már valahol az etika határai, fotoetika határait is érinti, hogy mintha már azt éreznék, hogy jó, hát akkor elkészült nem a fotó, de hogy nyilván film forog, és hogy rászánja az időt. Tehát Judit is elfelejtettem mondani, meg én biztos elfelejtettem, hogy bármikor meg lehet állítani és kérdezni, mert különben addig beszélek arról, ami engem érdekel, amíg véget ér, lejár az időnk. Úgyhogy időként így megállok, és akkor kinézek. Jó, mert hogy, tehát hogy így jön be igazából az időkérdése, ami központivá válik a filmnél, és ami nyilván jelen van a fotóban, de azt gondolom, hogy más értelemben és más módon valósul meg a filmben. És akkor ugye ott jártunk, hogy a szemlélődés, és az a film, ami nekem utána eszembe jutott, ezek egyébként kapcsolódnak az éppen aktuális filmélményeimhez is. Ezt a filmet, ezt múlt hétfőn, pont egy héttel ezelőtt vetítették moziban, a Toldiban egyetlen egy alkalommal. Ez egy mexikói rendezőnek a legújabb filmje, az a cím, hogy Mi időnk, Nuestro Tiempo. És ebből kiválasztottam egy jelenetet, amiben a szemlélődés már nem csak elvont fogalomként lesz jelen, nem csak egy megismerésként, hanem egy percepciós aktusként. És persze nyilván itt is az időnek lesz kulcs szerepe. De viszont, hogy ez a klip működjön, tényleg le kéne legalább erre az időre minden fényt oltani a teremben. Lehetséges ez? De csak erre, amíg ez a film részlet. Jó, ez egyébként a sztori lényegtelen ebben a helyzetben, amit mutatni akarok. Lehet, hogy nem fog kijönni, de lássuk. Apa és fia. Ki, vagy legalábbis innen látszott, nem tudom, hogy onnan is látszott-e az, ahogy amikor leoltják a villanyt a hálóban, akkor egy ugye felső gépállásra vált a kamera, és felülről láthatjuk a szereplőket. Illetve hát eleinte nem láthatjuk, és pontosan az a kérdés,
És számomra az a kérdés, és ez moziban azért próbáltam leoltani, mert szerintem nem működik, ugyanis itt nem csak arról van, ahogy elkezd felderengeni a két szereplő arca. Nem csak arról van szó, hogy játszik a világítással valószínűleg az operatőr, de hogy a szemünk is kezd hozzászokni. És ez nyilván moziban még jobban működik, vagyis hogy egyszerűen a mi részvételünkkel történik meg a kép, és a szemünk előtt jön létre a kép. Tehát a kép nincs önmagában meg, a kép attól lesz meg, hogy a szemünk elkezd hozzászokni. Láttam is, ahogy hunyorogtatok, amikor felgyújtottuk a villanyt. Vagyis valóban az történt, hogy elkezdett kitágulni a pupilla, és az mi tettük lehetővé, hogy megszülessen a kép. És hogy ezt beépíti, tehát rengeteg különleges momentuma van ennek a filmnek, de bizonyos értelemben ez a legkülönlegesebb, meg ide kapcsolódva az, hogy hogyan válik az idő, a tartam, a képpel eltöltött idő oly különleges, vagy nem is oly kulcsfontosságúvá a filmben, ahogy nézzük ezeket a képeket, és hirtelen megszületik, létrejön. Tehát nem ott van, nincs meg előtte, a kép az akkor születik meg velünk együtt. És hát ugye ez, bár ez ugye sosem ellenőrizhető, de elképzelhető, hogy a kép nélkülünk nincs meg. Én otthon megpróbáltam a monitoron, de nem sötétítettem be, csak így ma délelőtt, nem láttam. Tehát valószínűleg tényleg az kell, hogy a pupilla kitáguljon, és szóval, hogy itt tényleg velünk együtt születik meg a kép, azzal az idővel, amit kénytelenek vagyunk ráfordítani, hiszen nincs más kép előttünk. Jó. Aztán a másik érdekes kérdés az hogy a képek sorozata az miképpen válhat filmé, és filmel pusztán a képeknek a sorozata, hiszen technikailag természetesen a film is képeknek a sorozata. Bár egyébként ez érdekes dolog, a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt az egyik órámon meghívtam Lichter Pétert, aki kísérleti filmes, amellett, hogy filmkritikus, meg filmeket elemez, meg tanít az ELTE-n, kísérleti filmeket, absztrakt kísérleti filmeket készít, vagy absztraktokat is. És ez egy érdekes kérdés, hogy milyen értelemben fotósorozata, de ez, bocsánat, ez mellékvágány. Hogy hogyan válik fotósorozattá, és a bizonyos sebességgel levetített képek sorozata, az vajon filmet jelente, vagy filmet eredményeze, és hogy milyen értelemben. Az első példám, amit itt az évszámát elírtam, és 8-ast írtam a nyitózárójel helyett, ez 62-64 között készült New Yorkról, Mary Mencken. Ennek egy kísérleti filmje, és az a címe, hogy Go, Go, Go. És abból is megmutatok egy részletet. Az egész film lényegében ennyire gyors, New Yorkról készült egy ilyen városfilm, ilyen nyaktörő sebességgel készült városfilm, amiben számomra az az érdekes, hogy annyira gyors a felvétel, helyenként belassít, de alapvetően annyira gyors, hogy igazából nem tudod eldönteni helyenként, hogy most fotót látsz-e, vagy filmet. Mert hogy olyan gyors az egymás utánisága, hogy jószerivel lehet egy fotó, ami mellett iszonyat gyorsasággal elhaladsz, vagy amit elhúznak előtted, hiszen mozgásfázisokat alig lehet detektálni. Az elején volt néhány, illetve akkor, amikor az eget mutatta néhány ilyen villamos vezetékkel, mint itt, ugye ott az egyformasága révén érezhetjük egyfajta mozgásfázisként. Meg itt, amikor a hajókat mutatja. De az érdekes, hogy amikor ennyire felgyorsul, akkor pontosan az a fajta illúzió, ami a folyamatos mozgás illúzióját hozza létre,
az tűnik el helyenként, és nem tudjuk már nem tudjuk már megkülönböztetni a fotó és a film különbségét, vagy a fotó és a film szerűség különbségét, miközben nyilván a sebességet a film bízza ránk, vagy a film hozza létre, és nyilván triviális, hogy a fotót olyan sebességgel nézem, hogy nekem jól esik, olyan gyorsan lapozom, a filmet meg nyilván nem tudom, a filmmel ezt nem tudom megtenni. És hát itt nyilván játszik azzal is, hogy lassítja, gyorsítja ezeket. Hát ez az őse a timelapse videóknak természetesen, tehát hogy ez azért is nagyon érdekes azoknak, akik a... És persze analóg filmre készült, akik a digitális technológiában látják mindennek az eljövetelét. Jó, de hát persze ennek is van egy még klasszikusabb verziója arra, hogy akkor mihez kezdünk, ha fotóval akarunk filmet elmesélni, és hogyan lehet narratív értelemben használni a fotókat, úgy, hogy az mégse filmsorozat vagy fotósorozat legyen, hanem film legyen. Gondolom mindenki ismeri a Chris Markernek a Peron című filmjét, amiből most sikerült egy nagyon szép verziót megszereznem éjszaka. És bólogattok, vagy nem bólogattok? Tessék? Bólogató. Úgy értem, hogy ismertek. Jó. Ez a film, ez azért... Szóval, hogy én azért szeretem ezt a filmet, mert hogy ez nagyon szépen mutatja azt, hogy hogyan válik a... ugye... Ezt most lehet, hogy egy picit lehalkítom. Valahol itt van. Tehát, hogy tehát azt szeretem ebben a filmben, hogy a képek, tehát hogy egyes fotókat használ, és hogy ugye úgy is hívják, hogy fotoroman, vagyis fotóregény, és hogy fotók révén mesél, és persze azt mondja, hogy hát azért Chris Markert nyilván megkérdezték, hogy miért fotókból építette fel a filmet, és miért nem készített filmet, vagy akkor miért nem egy fotómontázs ez, vagy egy fotósorozat, és azt mondja, hogy rendkívül fontossága van annak, hogy egy-egy fotót mennyi ideig tart ki. Tehát, hogy meghatározza azt az időt, amit el tudunk tölteni a fotóval. Úgyhogy ebben az értelemben úgy is érthetjük ezt, mint hogyha a film egyfajta korlátozása lenne a fotó szemlélődésének, vagy a fotó megtekintésének. Amennyi időt rá tudunk szánni a fotóra, illetve a fotóra annyi időt szánunk, amennyit akarunk, a film ezt be tudja korlátozni. És vagy kényszerít arra, hogy több ideig nézzünk, mint ameddig mondjuk szeretnék, vagy éppen abba is kell hagynunk, amikor a filmes továbbvág. Ami persze érdekes, hogy ez nyilván emlékekről is szól ez a film, tehát az emlékezésről biztos ismeritek, hogy akkor az a lényeg, hogy vissza kell menni, tehát valami, ez egy science fiction, vissza kell menni a múltba. És ugye van az a nagyon híres jelenet, amikor végre sikerül valóban visszatérni a múltba, sok-sok kísérlet után az alanyunk, a főszereplő, ő ugye a főszereplő, és vissza tud térni a múltba. Ezzel a nővel találkozgat, igazából ezzel a múlttal való találkozásnak fontos szerepe lenne az életük, vagy szóval a jövőbeli emberek életének szabályozás értelmében. És ugye ahogy közel kerül ahhoz a pillanathoz, de mindig az, hogy töredékes a jelenléte, vagy nem veszi őt észre a nő, vagy látják, de nem tudnak kommunikálni, vagy csak nagyon kevés ideig marad ott, nem tud konstans lenni a jelenlét. Egyetlen egy pillanatig történik meg ez a konstans jelenlét, ez a valódi jelenlét.
ugye ebben a rövid pillanatban, amikor a film, vagy a fotó az filmé válik, és hirtelen megelevenedik. Csak hogy az az érdekes, hogy amikor ez megtörténik, az nem a valóság beteljesedése, hanem valójában az illúziónak a beteljesedése. Hiszen ez egy időutazásos sztori. Tehát amikor neki sikerül megjelennie teljes értékűen abban a múltban, amely sosem volt az övé, akkor válik a fotó filmé. Vagyis nem a valóság lenyomata, tehát a valóság lenyomataként a filmet érthetjük, még akkor is, ha emlékekről van szó, és amikor ezek az emlékek átlépik azt a határvonalat, azt az ontológiai határvonalat, amit az emlék és a valóság, ami az emlék és a valóság között létezik, és az emlékből lesz, hát valóság, de valójában nem valóság, hanem nyilván illúzió, akkor válik filmé. Úgyhogy itt nyilván Chris Marker miközben ezt a science fiction-t meséli, valójában a két médium közötti különbségről is beszél, arról, hogy mit ragadhat meg az egyik, és ebben az értelemben, vagy őt olvasva mondhatjuk azt is, hogy a fotó az megragadja az emlékké merevített valóságot, és annak valami fajta lenyomatát adja, viszont minden, amit a film ragad meg, az csak egy illúzió. Tehát azt kelti, azt az érzést, azt a nyilván hamis érzést kelti bennünk, amikor a dokumentumfilmről vagy archívfelvételről is van szó, hogy részt veszünk, hogy része vagyunk annak a múltbeli világnak, vagy darabnak, amit ott látunk. Miközben ez nyilván nem történhet meg. És hát ez persze mi másként történik, mint az időhöz rögzítettséggel. Tehát úgy tűnik, hogy a valóság illúzió, de az mindig illúzió, de hogy a valóság illúzió megteremtéséhez pontosan arra van szükség, hogy ne csak a térben vegyen körül, vagy vizuálisan vegyen körül minket a múltnak, vagy a valóságnak a díszlete, hanem az eltöltött idő értelmében is. Tehát, hogy ott folyamatosan, ugyanolyan folyamatosan zajlódjon az idő, mint ahogy, ahogy ahhoz mi szokva vagyunk. És hogyha ez az időbeli párhuzamoság megvan, akkor jöhet létre az illúzió, ami persze egy hamis illúzió, de ugyanúgy visszamegyünk a múltba, a saját, más múltjába, tehát hogy a számunkra soha nem létező múltba, és azt a sajátunk részének érezzük, mint ahogy a peron főszereplője visszamegy valaki másnak a múltjába. Jó, ja, igen, itt tartottunk, és akkor itt volt a Chris Markernek a peronja, és még egy film jutott erről eszembe, ez egy rövid film, ami ez egy 2011 és 12-es török rövid film, és azért érdekes, mert hát itt az történik, hogy az az idő, amit eltöltünk, az materializálódik. Megmutatom, hogy hogyan. Bocsánat, a VLC-ben nyitom inkább meg. Ez egy lakásbelsőben játszódó egyetlen snittes film, amit nyilván már is hamisítunk, és ugrunk az időben, és pont az idő folyamatosságát szüntetjük meg. Ez a lakás belsőben, itt elfordul a kamera, és látjuk ezt a házaspárt, tehát hogy hazajött a férj, látjuk a házaspárt egy tükörből. És azt is tudjuk, hogy itt a tükör alá feltettek egy teát forni.
megütik. Borszózunk szemben. Çocuk istiyorum da mı? Anam da bir torun sevemeden gitti zaten. Evin tek erkek çocuğuydu. Evet canım, o kadın. Leállítom, picit tovább akartam, de nagyon szalad az időnk. Elvileg ugye fél hétig van, vagyunk időzítve. Gondolom egyértelmű, hogy mire utalok, hogy hogyan válik, hogyan materializálódik az idő, és nyilván ez időzítésről is szól, hiszen majd történik valami, amit most éppen már a szuszpansz kedvéért nem mutattam meg, és amit elrejt ez a pára, vagy a gőz, de hogy azt, hogy hogyan telik az idő, azt ebből érzékeljük. És nyilván az is lesz az érdekes, ahogy majd elveszi, hallunk valamit, ami történik, elveszi a nő utána a teáskannát, és akkor várjuk, hogy eltűnjön a pára, és utána megjelenjen az, ami rejtve van. Tehát, hogy itt konkrétan vizualizálódik az idő, tehát, hogy nem az idő, ami általában megfoghatatlan, vagy legalábbis vizuálisan megragadhatatlan, itt egyszerűen átélhető, sőt, kirajzolódik. Tényleg ilyen, nem tudom, négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre, ahogy ez a pára belepi. És azért nagyon szép, mert hogy az idő átragad erre a tükörre is. Nagyon, egyébként bravúrósan is van kitalálva, hogy ezt egy snitben hogyan veszi fel. És hát persze, ami itt rögtön ide kapcsolódik, és ami nélkül megérthetetlen ez a film, főleg az a részlet, amit most már nem mutattam, hát az a... itt én közben... Visszalépek ide. Ez valamiért kijött a teljes képernyőből. Tehát, hogy ugye ez itt az idő kérdése volt, de hát az időhöz legalább annyira hozzákapcsolódik a hang problémája is, hiszen idő nélkül nincsen hang. Instant hang, vagy pillanatnyi hang nincs, az csak időben tud kifejeződni. És persze, hogy erről nem beszélhetünk másképpen, mint mint hogyha valami időben fejlik ki, időben történik meg. És azért érdekes, mert ebben a kisfilmben, a török kisfilmben is hangban fejeződik ki, tehát az, amit nem látunk, azt hangban halljuk, és úgy értjük meg a történetet a hang révén. Ami persze arra a nagyon gyakori kérdésre utal, hogy ugye a hang, tehát a filmnek az egyik legfontosabb eleme az az, hogy hol van a hang.
hogy tehát a képen van a hangnak a forrása, vagy a képen kívül van a hangnak a forrása. És hogyha képen kívül van, akkor mit tudok róla, és hogyan tartozik hozzá, hogy az ahhoz a világhoz tartozik, amiről szó van, a diegézishez, vagy pedig éppen, hogy mondjuk egy atmoszféra zene. De ez messze visz. Viszont a következő asszociációm erről, az egy Lucrecia Martel film, ő is dél-amerikai, csak ő argentin. Az első játékfilmjének az a cím, hogy La Cienaga, a mocsár, vagy az ingovány. És hát ennek a filmnek a legelejét szeretném megmutatni. Megmutatom, és utána dumálok. Gazdag család farmjához volt. Jó, csak eddig mutatom, de azt hiszem, egyébként a Lucrecia Martel filmek összességében a hang az nagyon-nagyon különleges, és szinte önálló életre kell, és hát nyilván itt kifejezetten ilyen demonstratív módon ez a zörej szimfória az elején, tehát hogy ő nem használ semmilyen aláfestőzenét, és mégis az egész filmnek az atmoszféráját meg tudja adni pusztán az örejeknek a megkonstruálásában. És az az érdekes, hogy a képek szinte semmit nem mutatnak. Szinte semmit nem értünk meg, azért mert közeli plánokkal, szűk plánokkal dolgozik, és mindig kilóg valami. Nem láttunk egyetlen egy alakot sem maga teljességében. Egy kinyújtott kezet látunk, vagy félig egy arcot, vagy a lábakat. Tehát, hogy az egész az töredékes marad, és ami teljes, az ugye ez a hang, az akusztika, és az hozza létre, az teremti meg ennek az egész világnak egy olyan intenzív jelenlétét, amit szerintem egyedi képekkel nem lehetett volna, sőt képekkel nem lehet, és talán, hogy annyira nyilván már szinte mesterkét az egész, hogy a valószerűségtől elrugaszkodik, azért, hogy létrehozza ezt a pillanatot, ahogy ezek az alkoholbódulatban lévő jó módú, de hát ez egy ilyen nagyon világtól eldugott része Argentinának. Ezek a jó módú ilyen telepes-szerű figurák, itt húzogatják a saját medencéjük mellett. Egyébként kiderül, hogy fürödhetetlenül koszos évek óta a medence, de hogy, szóval, hogy amellett így húzogatják a székeket, gondolom a nap után forogva. És hogy mennyire nincs enélkül film, vagy nincs. Hát nagyon sok film egyébként nincs enélkül. A Reigadas film, amiből mutattam az éjszakai képet még az elején, az is ugyanilyen jellegű, tehát hogy hang nélkül nincs, de talán ilyen tudatosan kevesen alkalmazzák, mint Lucrecia Martel. És akkor
És akkor még nem beszéltünk nyilván a narratív funkciójáról a hangnak, hogyha hallok valamit, ami képen kívül van, akkor rögtön megjelenik a tudatomban, elkezdek gondolkodni róla, tehát hogy kibővíti nyilván a képnek a terét, a film, a hang, a filmkép terét kibővíti a vásznon túl. És hát nyilván, ha a kibővítésről esik szó, akkor, és a vászon körüli tér kibővítéséről, hát akkor ezt a filmet akkor már az idő szűke miatt nem fogom megmutatni. Ez egy 6 perces rövid film, és meg akartam mutatni, de ezt biztos mindenki ismeri, ez Iványi Marcelnek a Szél című filmje. Talán a minden idők legjobb magyar rövid filmje, de lehet, hogy túlzás. Az a lényeg, hogy az alant látható Lucien Hervé fotót adta fel Bíró Ivett feladatként a főiskolán, hogy arról készítsenek filmet. És akkor, amit most nem nézünk meg, de ugye láttátok, hogy körbe megy a kamera, tehát elindul ez a kamera ellenkező irányba, hogy néznek, és egy hatalmas kört tesz meg, majd visszaérkezik hozzájuk, és megteremt, körbe rakja, és egy világot épít fel a körbe mozgás révén. Vagyis megteremti, kitágítja a képnek a terét olyan mértékűre, hogy tényleg a fotó egy világba helyeződjön. Tehát, hogy egy puszta látványból a fotó, én nem azt mondom, hogy több, még ha így is hangzik, de tényleg nem ezt szándékozom, de hogy látványból a fotó világgá legyen. Nem világgá menjen, hanem világgá legyen. Egyébként a narratív elméletekben azt szokták mondani, hogy ugye a filmkép, erre írhatok? Igen. Hogy a filmképnek ugye 6 oldalt van, folytatódik a tere, nyilván alul felül, illetve előttünk valahol, és hátul mögötte, tehát a hátfal mögött is, hiszen onnan is jöhet. Tehát hogyha az egy szoba, vagy bármilyenek a hátsó fala, ott is megjelenhet a térnek egy darabja. Tehát úgy 6 oldalról veszi körül a filmképet a tér. Na, ez az a 6 oldal, amivel a fotó alapvetően nem akar, nem tud foglalkozni, a film viszont ezt hozzáteszi, és ebben mozog. És ennek az egészét építi be a gondolkodásmódjába. És akkor itt kerül szó nyilván a térnek a kérdésére, amiben alapvetően ezt a Merleau Ponty-tól, a Merleau Ponty fenomenológiából szoktam megközelíteni, ők a mindennapi percepció kapcsán mondja, illetve a mindennapi percepció és a kép összevetésében, hogy olyan, hogy keret nem létezik. A valós percepciónkban nem ér véget. Még akkor is, hogyha van nyilván a vizuális terünknek széle, de az soha nem egy precíz szél, egyrészt azért, mert mozgatni tudjuk a szemünket, meg a fejünket, de hogy igazából tudatában vagyunk annak is, ami mögöttünk van. Tehát, hogy azt mondja, hogy a látómező bizonyos értelemben a hátunk mögé is kiterjed, ő a fonográf példáját használja, hogy a fonográf, a szomszéd szobában szóló fonográf is valahol a látómezőnknek a része. Tehát nem azt mondja, hogy a tudatunknak a része, hanem hogy a látómezőnknek a része. És én azt gondolom, hogy valahol a film is így gondolkozik, az állókép nem. De a film alapvetően így gondolkodik, hogy az állókép is része a hátunk mögött lévő tér is része a tudatunknak. És pontosan azért érdekes, hogy a fonográf a szomszéd maga szobában, tehát hogy ez a hátsó fal is részét tudja képezni a látómezőnek, és így épül fel a film. Nyilván ennek a legiskolásabb példája a híres Velázquez festmény, aki pontosan így gondolkodik, mert hogy ugyan erre a négy irányra nem terjeszti ki a teret, viszont ami a legnehezebb, megteremti ugye az előteret, amit nyilván itt lehet látni. Tehát, hogy megteremti az előteret szemben, de hogy ugye nem,
nem egy önreflexió történik, nem az történik, hogy a festő látszik ott, hiszen a festő az ott van bal oldalt a kép oldalán, hanem annak, akinek itt kéne lennie, ami egy rendes filmben ugye egy vágással, beállítás ellen beállítás struktúrában megjelenne. Ráadásul ott ugye nyílik az ajtó, vagyis megjeleníti ezt a hátfal mögötti teret, ezt a hatodik tér réteget is, vagyis ezért szoktam azt mondani, hogy Velázquez volt az első filmrendező. Mert hogy teljesen filmszerűen gondolkodott legalábbis a térről. És hogy így építi körbe, tehát állóképpen is létre lehet ilyet hozni, de ennek az igazán saját terepe, vagy otthonos terepe a film is. Minden, tehát a folyamatos vágásnak a teljes szabályrendszere az azért jön létre, hogy ezt a világot, ezt létre tudja hozni. Hogy meg tudja teremteni a fejünkben, meg tudja szerkesztetni velünk a mentálisan azt a koherens teret, ahol a film cselekménye látszódik. Nem biztos, hogy az a tér, ahol a forgatás történt, de tévesszen meg minket, de hogy létre tudja hozni azt a teret, ahol a film cselekménye játszódik, amit mi szerkesztünk meg. És erre nyilván vannak precíz szabályok, hogyan állítják be a kamerát, hogyan illesztik egymáshoz a különböző plánokat. De hogy ez nincs egyedül, mert hogy itt ugye van egy nagyon fontos kérdés, az a tekintetnek a kérdése, hogy hogyan is kerülünk, honnan kerülünk be a képbe. És ez már a Velázquez festménynél is érdekes, hogy behelyez minket a térbe, ott foglalunk helyet, ahol a királyi pár lenne. Vagyis abban az értelemben is filmszerű az Udvarhölgyek című festmény, hogy a tekintetek hálóját a szereplők azonosításán keresztül hozza létre, és így léptet be minket, nézőket, vizuális módon is a narratívába. Hát itt csak hoztam egy Rembrandt példát, aki ugye a tekintet, illetve két Rembrandt példát, aki a tekintetekkel játszik, ugye ez a Zsuzsanna és a Vének című festmény, ahol ugye ő mindig nagyon, ő azt mondják, hogy színházszerűen komponál, és valószínűleg egyébként nem filmszerűen, hanem színházszerű a kompozíciója, de hogy, minden, hogy a szereplők azok nem önmagukban vannak, hanem mindig egymáshoz viszonyítva, ugye ez volt neki az egyik nagy újítása, és hogy mindig valamit megfigyelnek. És valaki mindig kinéz, hiszen nyilván ő ránk néz, tehát direkt a szemünkben néz, vagyis minket bevon ebbe a történetbe. Tehát létrehozza azt a fajta azonosulást, lebontja a negyedik falat, és létrehoz egy azonosulást, beépít minket a hálójába. Ez is egy Rembrandt festmény, de Greenaway készített két filmet az Éjjeli őrjárat című hiper ismert festményről. Az egyik az egy játékfilm, a másik pedig egy dokumentumfilm, aminek az a címe, hogy Rembrandt Jacques irata, vagy Rembrandt Jacques, itt nem forgalmazták, és ahol igazából egy vádiratként, egy gyilkossággal kapcsolatos vádiratként értelmezi a festményt. De most a szempontból nem is az érdekes, hanem hogy ide felrajzolja az összes tekintet irányt. Vagy az összes tekintetet, ami létezik a filmben, és megmutatja, hogy hogyan épül, hogy hogyan jön létre az a fajta hálózat, hogy ki kire tekint. És ez a két vastag vonal, ez Rembrandtot hátul, illetve a whistleblower, hogy hívják ezt magyarul? Tehát ő fogalmaz így, a whistleblower, a hírvívő, tehát aki ezeket most mindezt a kifejezést használják Assange-ra is, meg szóval akik ilyen titkos iratokat fednek fel. Nem jut senkinek eszébe. Na mindegy, szóval, és hogy ez a két szereplő néz a szemünkbe, és hogy igazából az egész történet úgy épül fel, tehát úgy rajzolja ki a tekintetek irányát, hogyha elindulunk az ő tekintetétől, és akkor a kezek, meg a nézésirányokat követve végigjárjuk az egészet, majd kiketünk Rembrandtnál, aki visszanéz. És hogy így áll össze az egész történet, így áll össze a tekintetek szintjén, mondja Rembrandt. Ez is itt van, de most ezt nem fogom megmutatni, mert nagyon, nagyon késő van, igazából már lejárt az időnk, úgyhogy
Ami ebből a szempontból még érdekes, ez egy nagyon híres, klasszikus film, a Mama és a kurva, a Jean Eustache-nak a filmje, 73-ból, és inkább ebből mutatok meg egy rövid részletet, ami azért érdekes, mert hogy megtörített létrehozza a tekintetek révén azonosulást, majd egy kis mozdulattal ezt megtöri, illetve változtat azon a struktúrán, ahogy működik. Ezt először is kikapcsoljuk. Sajnos egy rossz minőségű felvétel. Tehát, hogy itt ezt a beszélgetést egyébként rengeteg ilyen kávéházi beszélgetés van a filmben, és teljesen hagyományos módon ezt egy picit alakítani. Tehát, hogy egy teljesen hagyományos módon vágja és fényképezi egy bizonyos darabot, beállítás, ellenbeállítás követi egymást, és az a párbeszédek rögzítésének azt a szabályát tartja be, hogy ugye mindig oldalról látjuk a szereplőt, és a másik háta mögé érkezve a párbeszédnek a következő figurája. És így elnéznek úgymond mellettünk, de meg tudjuk szerkeszteni koherensen a teret. És itt történik egy bekerülő egy totál. És lehet látni, hogy mennyire megváltozik a tekintetek struktúrája és a kamera helye. Tehát ugyanaz a párbeszéd folyik, vagy hasonló párbeszéd folytatódik, ugye nem egyértelmű, hogy rögtön utána történik, vagy van valami eltolódás, de bekerülünk a szereplőnek a helyébe. Vagyis betol, megint csak lebontja a negyedik falnak az illúzióját, és betol az egyik szereplő helyére. És onnan nézzük végig a jelenetet, onnan diskurálunk, és teljesen megváltozik az egésznek a hatásmechanizmusa. Tehát, hogy tekinteteket hoz létre, ami, és azt gondolom, hogy ez csak akkor működik igaz, vagy akkor működik igaz a hatásmechanizmusa, hogy ezek a vágások vannak. És ezért van teljesen más hatása, mint a fotóban, hiszen a fotónál, vagy az állóképnél a portrénak a létrehozása alapvetően feltételezi azt, hogy a néző szemében néz az alany. Itt viszont ugye a film az úgy épül fel, a hagyományos narratív film, hogy úgy vonódunk be a cselekmény terébe, hogy mi láthatatlanok maradunk. Tehát ugye a szereplő, hogy sose néz ránk egyetlen szereplő sem, tehát ezért egy ilyen kukkoló illúzióját tudjuk végig megőrizni, hogy minket nem látnak, miközben ott forgunk a szereplők között, és mindenki is akkor titkukat meglessük. Amikor meg ránk nézek, akkor mi nyilván kibillenünk ebből a helyzetből, ebből a szerepből. Nagyon gyakran ilyen önreflexiós helyzetek létrejönnek, de ilyenkor általában az történik a filmekben, hogy arra próbál a rendező utalni, hogy na akkor most én felhívom a figyelmet, hogy ez egy önreflexív gesztus. Itt viszont az történik, hogy a szereplő helyére tol be, de nem egyetlen szereplő, hanem váltakozik. Mert az egy másik verzió, amikor végig egyetlen szereplő szubjektívjából nézzük végig. De itt egy párbeszédet, tehát hogy megszünteti az azonosulásnak, az identifikációnak az eszközét. Nyilván ez, amikor a tekintetek működésének a megzavarása mutat rá arra, hogy igazából hogy működik. Jó, ez volt a tekinteteknek a kérdésköre, és akkor így érkezünk vissza ide a terembe, meg Nagy András fotográfiáihoz, amelyekről ugye fel kellene tennünk a kérdést, hogy az operatőri munka ellenére, vagy éppen amiatt, fotografikusak-e, vagy filmszerűek-e, hogy érezhető-e bármifajta filmszerűség rajta.
nem biztos, hogy én ezt meg akarom válaszolni, de így ezek a képek voltak meg nekem. Ugye, nem tudom, hova léptem most éppen. Hogy ennél a képnél számomra az az érdekes, az a nem ér véget. Tehát, hogy a kép tárgya, az mintha nem férne a képbe. Vagyis, mintha azt az illúziót keltél, hogy igen, itt a kamerának mozognia kéne, hogy végigpásztázza azt, amit látni akarunk. Tekinthetjük úgy, hogy egy mozgásból, egy életmozgásból, ahogy így körülnézünk, kiragadott momentum lenne. Vagy ezen a képen, ahol a jelentéktelen tűnik fel. Ahol azt tűnik, mintha itt csak elkezdenék körülnézni, hiszen így nem nézünk, amikor megérkezünk egy, nem tudom én, parkolóba, akkor alapvetően nem ezt nézzük, ha csak nem a szélére mentünk el vizelni. De hogy alapvetően nem ezt nézzük, és hirtelen, tehát azt várjuk, hogy mikor teszi lehetővé, hogy felemeljük a tekintetünket, hogy körülnézhessünk. Ezen is nem ér véget, nem a képen van a történés, vagy a kép tárgya nincs a képen. A két autó közötti űr az, ami a kép tárgya lesz. Vagy a két házfal közötti idő. Vagy éppen az, ahol vagy a cica a képtárgya, és akkor azt látjuk, vagy pedig hát nyilván meg itt csak a jellegtelen járdaszakasz, ott, ahol amit éppen nem néznénk meg. És azt arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez hol van. Tehát, hogy mint ezek a képek, vagy számomra ezek a képek, a hiányról beszélnének. Tehát, hogy amit megmutatnak, az nincs rajta. Vagy ahogy mutatják, valójában mindig azt teremtik meg, hogy ez egy kiragadott pillanat. És ilyen értelemben valahol utalhat arra, hogy mindegyik lehetne egy film. Hogyha lenne rá időnk. Én ennyit gondoltam. Most így első körben elmondani, és akkor az érdekelne, hogyha beszélgethetnénk. Nem tudom, mennyi időnk van. Hétig? Tessék? Van még 10 percünk. 10 perc, jó. Hogyha van akár kérdés, de inkább az lenne, tehát, hogy valami fajta megjegyzés. Például, hogy milyennek látják, vagy látjátok ezeket a fotókat. Akár annak a fényében, amiről most szólok, ezeknek vagy más filmnek a fényében. Bennem csak egy kérdés vetődött fel, még így, amikor az elején volt Szegély az utcára komikben, a Chris Marker kapcsán, és rögtön nekem beadott Mats Brodhagesnek is a norvég, illetve az északi tengeren való utazás. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon mi is ez a jelentősége ennek a nagyon pici kameramozgásnak, ahogy a képek váltatják egymást. És ugye ez nyilván egyrészt nagyon nyugtalanító, de mindig egy picit bemozdul. Vagy a Mary Mendelnek is, hogy váltakoztak a képek, mindig van egy nagyon pici elcsúszás. És hogy jelentésben ez mennyiben változtat meg, vagy milyen hatást próbálnak ezzel elérni? Most nem tudom, hogy amire én gondolok, az a finom remegése. Igen, hogy nem stabil az a kép, amit látunk. Hát az analóg technológiából fakad. Az analóg technológia vetítéséből fakad. Hogy ugye a filmszalag az nem tökéletesen fix abban a sínben, ahogy fut a kamera előtt, és mivel nagy sebességgel forog egy nagy gép, ezért annak van egy kis remegése. Ezért nem vettük régen észre, de most nagyon lehet látni, ha az ember a megszokott moziból, ahol ugye már digitális a vetítőre kérte, átmegy egy analóg film vetítésére, és látszik, hogy remeg a kép. Van egy finom remegése, ami ebből
fakad, és akkor nyilván, amikor digitalizálják, attól függ, hogy hogyan zajlik a digitalizálás, még gyakran megőrzik ezt. Meg ezek nem annyira profi digitalizáció, tehát nem az, hogy kockáról kockára, vagy nem feltétlenül. És akkor megőriznek valamit ebből, meg attól függ, hogy milyen kópia van meg. Tehát én mondjuk ebben az esetben erre gondolok. Tehát ugye ez lehet az a remegés, ami benne van, ami persze egy rögtön megadja a filmszerűség illúzióját, és ami viszont egy digitális, tehát ha digitálisan készítették volna ugye ezt, akkor nincs meg, és nem érezzük azt, hogy ez egy mozogva felvett felvétel. Tehát, hogy mondjuk a portrénál, például a legelsőnél, a Los Gizza filmeknél, ahol ugye állnak, és eleinte, hogyha nem mozog semmi a háttérben, szél vagy valami, akkor úgy tényleg azt jelentjük, hogy állóképek. De mivel van ez a remegése, ezért látjuk, hogy él. Vagy nem tudom, tehát, hogy az analóg film az úgy él, lélegzik, teste van, a digitális film az meg nem. De én csak erre gondolom. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek, én tudom, hogy az Andrással én nagyon jó vagyok, és az én műtelemben egy vállalkozás többször, tehát nálam volt lehetőség arra, hogy 600 képből elkezdve a Petrányi Zsoltal együtt egy munkafolyamatot elkezdve. Most nem, ezt nem mesélni akartam, csak visszakérdeznék arra, amit mondtál, hogy itt most kevesebb a szereplő, tehát én ezt is valamennyire beleláttam ennek a munkafolyamatában, ennek a kiállításnak, az elkészülésének, és végig is értem a válogatás szempontjait, és tehát tulajdonképpen most én tudom, hogy én úgy látom és úgy érzem, és úgy tudom, hogy ez egy ilyen félközeli egész alak és tér kis csoportokat próbáltak itt eszközni, biztos, hogy ezt tudom. Csak annyit szeretnék én kérdezni, hogy a figura nem figura aránya, én képzelmész vagyok szobrász, és nekem a tér az fontosabb. De a figura nem figura arányáról neked személyesen mi a véleményed mindezek után a jelenlevő kiállítással? Volt egy ilyen megjegyzésed, hogy itt most kevesebb a figura, a szereplőt tartalmazok, vagy tehát, hogy a válogatás, az anyag... Hogy kevesebb ők itt van, amin alakok vannak. A kiegyensúlyozott, nyilván ismered az anyagot jobban. Tehát, hogy a többit nem ismerem, de én ezt a kiállítást láttam. Jó, én nem is akarok, én nem akarok belelátni az emberek, vagy a művészek mindezek munkafolyamatában. Mint egy szakember, aki most más tudja, hogy mi a vélemény a válogatásról. Ezzel nem gondolkoztam, úgyhogy nincs véleményem igazából. Ez van. Ez adott. Tehát valamilyen alapon ez megszületett. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy jobb lett volna, ha van, mert én nem is tudom, hogy nyilván sejtettem, hogy több kép van ennél. A tér figura arányában... Tehát nehéz úgy a válogatásról beszélni, hogy a teljes anyagot lehetünk. De nem azzal, nem hogy... Megszólal, vagy így megy. Szóval, hogy mindezek tekintetében csak egy kérdés. Én mind a két típusú képeket nagyon szerettem, tehát nekem nincs problémám azzal. Én nem tudom azt mondani, hogy jó vagy rossz, vagy kevés, vagy sok. Tehát ugye erre nincs így válaszom, hogy ezen belül próbáltam gondolkodni, ami itt van. Tehát nem, ezért nem tudom, hogy mit mondjak arra, mert szerintem, vagy nincs szerintem kész. De ez arból is fakad egyébként, hogy ugye én nem képzőművészként, vagy nem képzőművészet kritikusként nézem, ez egy érdekes dolog. Nem úgy nézem végig az anyagot. Én ha ide vagyok, ez van, ez olyan, mint amikor a film. Én nem látom a kidobott nyers anyagot. Beültem a moziba, ez van, ez adott. Fingom nincs, hogy mennyi van még, mennyi ment a szemétbe. És nincs is lehetőség rá, tehát hogy én bemegyek, jó, ez adott, ez valamilyen szempontok alapján eldöntötték. Nyilván itt mondjuk térbeli, a filmbeli, időbeli határ, mindenféle egyéb határok vannak.
én azt tekintem adottságnak. Tehát én úgy gondolkodom, hogy az van, az a mű, tehát maga a kiállítás a mű, vagy maga, és akkor azzal kell kezdeni valamit. Igen, pont. Nekem egy ilyen technikai, hogy a Merleau-Pontyra hivatkoztál, hogy melyik könyve az, amelyiket ajánlod? Hát az észlelés fenomenológiája. Most mind a kettő egyébként, tehát van két ugye fontos könyve, az észlelés fenomenológiája, meg a szem, nem a szem és a szellem, hanem a, hát az is, de az ugye egy picit tanulmányi könyv, hanem a, az utolsó könyve, amit nem fejezed, a látható és a láthatatlan. Számomra egy picit az észlelés fenomenológiája revelatívabb volt, de például a tekintetek tekintetében, meg amit kihagytam a kiazus kérdését, az például a látható és a láthatatlanban jelenik meg. Meg van egy kicsi írása, ami a Mozi és az új pszichológia címet viseli, és az is érdekes, az mondjuk Cézanne festészetéből indul ki, az is érdekes, mert fotóból, meg állóképből, festményből indul ki, és keresi az átkötéseket a Mozihoz. Egyébként az is érdekes lett volna. Jó. Hát ha nincs több, akkor, akkor köszönöm a jelenlétet, és akkor... Köszönjük szépen! Nem tudom, hogy még mondasz-e valamit a következő programról, vagy... Nem, most köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és köszönöm Gyengi Zsoltnak az előadást.